áldja és szentelje meg a harangot és haranglábat az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kürtösi Krisztián Bátaszék egykori plébános áldotta meg az újra felállított dolinai harangot. Ez volt a Bátaszéki Értéktár Bizottság számára az elmúlt esztendő legnagyobb eseménye. Ez nekünk egy nagyon fontos dolog volt, mégpedig azért, és ezt most a könyvtár életében még különösen kiemelem, mert ugye az a megtiszteltetését bennünket, hogy hónapokon keresztül a könyvtár kirakatában volt látható mindaddig, amíg szeptemberben maga a harangláb ugye felszentelésre nem került, és így a harang ma már itt van kint az épület előtt. Nem csak a harang, de Dolina, Bátaszék egykori város részének története is része az értéktárnak. Van is erről nyilván egy kiállításunk, amit pár évvel ezelőtt a számvevőség épületében bemutattunk. Ez azóta is látható, most viszont azt tudni kell, hogy az épület maga kívülről renoválásra került, egy csodaszép külső megjelenése van. Viszont belülről, idén nekünk, ebben a 23-as évben nagyon sok munkánk lesz, mert a kiállítást vissza kell rakni, ugye itt minden le lett szedve, el lett pakolva új tematikát kell felépítsünk, pontosan azért, hogy egy kicsit ez az egész kiállítás felfrissüljön. Ugye a Dr. Herman egyet kiállítás az egy állandó kiállítás, és tervezzük idén azt, hogy a Bertok Dezső hagyaték, amilyen már szintén két évvel lassan harmadik éve dolgozunk, a Bertok Dezső hagyaték is bekerüljön a számvevőség épületében. Várhatóan a terület be tudja fogadni ezt az úgynevezett Bertok Dezső hagyatékot, és az Értéktár Bizottság kiállítása is vissza tud kerülni a helyére. Bátaszék értéktárt bizottsága volt az első, akit a megyei értéktárt bizottság kitüntetett azért az áldozatkész gyűjtő munkáért, a vették a helyben felelhető helyi ritkaságokat, különlegességeket. Ennek azonban az az eredménye, hogy ma már nehéz bővíteni a gyűjteményt. Összes felvitt érték eddig mind a könyvtárban került felviterre az akkori kollégákkal. Nyilván az Értéktárbizottság egy háromfős bizottság, de mindenkinek megvan ebben a maga részfeladata, és ezt úgy összehangolni, hogy abból egy kimagasló teljesítmény jöjjön ki, ez Tény és való, hogy a 22-es évben nem valósult meg, mégpedig pontosan azért, mert már az igazán nagy értékek azok felvitelre kerültek. Tehát, hogy úgy mondjam, kiaváztuk mindazt, amivel már érdemben Határozottan és mutatósan lehetett dolgozni. Most jön az a feladat, ami látszólag egy ilyen kicsit aprólékos és sziszifuszi munka, mert ugye most össze kell szedegetni mindazokat, amik még úgynevezett rejtett értékeink. Tehát a település számára jelen vannak, ott vannak az életében, de ezeket elő kell keresgélni. Ugye már többször említettem, hogy mindig kérjük a lakosság segítségét, hogyha tud ilyenről van neki, ami úgy érzi, hogy számára fontos a környezetének, és most a környezete alatt nyilván bátaszék települését értem, akkor jelezze felénk, mert azért a mi figyelmünket is sok minden el tudja kerülni. Jó lenne, hogyha tényleg ezt így jeleznék felénk. Elég, hogyha küld nekünk egy üzenetet, vagy bedobja a postoládába, hogy akár címszó, vagy például most mögöttem látható egy nagyon szép csengetyű kiállítás. Ez is egy érték. Tehát, hogy vannak itt a, a, helyi emberek tulajdonában olyan apró és gyönyörű szép dolgok, amik ritkaság számba mennek. Például ez a csengettyű gyűjtemény, mert nem hiszem, hogy minden ötödik ember vagy Századik ember csengettyű gyűjt. Tehát ez a, és ez ráadásul már másodszor látható nálunk, közel 20 évvel ezelőtt már a. volt, most azért el tudjuk képzelni, hogy ennyi év alatt ez milyen csodálatos nagy gyűjteménye tudott kibővülni. És másnak is van ilyen, egy csomó mindene van. Van, aki mikulásokat gyűjt, mert tudunk róla csak. Ugye most volt ez az eltelt időszak, kénytelenek voltunk egy kicsit átszervezni. A helyi értékek bemutatásában a könyvtár maga módján tud segíteni, úgy, hogy működteti a minigalériáját. Például papírt is állítottunk már, és nem hinni az ember, mert csoki papír, jaj, az olyan snaz dolog, nem snaz dolog. Tehát amikor van több száz darab is már, most azért gondoljunk arra, hogy olyan papírok vannak annak a tulajdonában, aki ez a gyűjtemény, ami már nem is létezik, de ott van, nyoma van. Tehát ebben ezt kell látni. És akkor ugye most beszélhetünk erről az évről, itt azért lesznek évfordulók. Tudjuk, hogy idén a tűzoltóság évfordulós, a Dombovár Bátaszék vasútvonal is évfordulós lesz. Tehát ezügyben már hál' Istennek kerestek is megbennünket kérnek anyagot, a Vasútvonallal kapcsolatban is ott is vannak, ugye nyilván a helytörténetben van nekünk könyvek, amik megjelentek róla, de azért itt megint arra kellene gondolni, hogy most meg kell szólítani a lakosságot pontosan azért, hogy akinek van a tulajdonában régi fotó, bármiféle aprók is akár egy mondjuk a vasúttal kapcsolatban egy, egy jelzőtárcsa, vagy bármi, ami már olyan ütött kopott, hogy lehet, hogy más már rég kidobta volna a szemétre, de azt kell meglátni benne, hogy ebbe ez a csoda. Mert ezek, ha nem vigyázunk rájuk, és nem szedjük őket össze egy helyre, ezek szépen lassan úgy el fognak tűnni, hogy utána már hiába keresgéljük. A tűzoltók már nagyban készülnek az évfordulóra, és ahogy hallottuk, a Bátaszék életében meghatározó vasút is fontos évfordulóra készül. A megújult számvevőszék épülete pedig olyan helytörténeti gyűjtemény helye lehet, melyben büszkén mutathatják meg értékeiket a bátaszékiek.